Sziasztok! Mai témánk a kosárlabda, és ezúttal Székesfehérvárt veszem célba. De most nem egyedül, hanem itt van velem a csapatom is. Szia, Matyi! Ha még nem ismersz minket, akrobatikus kosárlabda csapat vagyunk Magyarországról, a Face Team, és látványos zsákolásokkal járjuk a világot. Indulunk a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott edzőtáborába. Azért, hogy kihívjuk őket egy horszpárbajra. Ho-ho! Yeah. Sziasztok! Mi vagyunk a 3-3 kosarabda válogatott. Az a különbség az 5-5-höz képest, hogy ez félpályán játsszák és sokkal pörgősebb. És 2021-ben debütál ez a sportág az olimpián. És szól az erre! Na meg is érkeztünk Fehérvárra! Bepakoljuk a trambulint és a szivacsbálát! És mehet a horszkívás! Na srácok, lányok, üdvözlök mindenkit az eddigi legextrább kosaras kihívásban. Vegyes csapatok lesznek, fiúk a lányokkal kombinálva a skilleket. Lányok, húzzatok a kezemből, és ez fogja meghatározni, hogy ki lesz a csapattársatok a horsz kihívásban. Mellerünk mindenki. Nekem áron lesz. Na persze, a legjobb. Mondj ki. Gyere, Peti. Nincs, hogy sokat beszélek. A szabály a következő. A négy csapat közül mindig az egyik mutat egy trükköt. Akár ketten lehet, akár valami kombinációt, akár csak egy sima dobást, és azt a többi csapatnak végre kell hajtani. Ha esetleg nem sikerül, akkor kap egy betűt, akinek először kigyűlik a H-O-R-S-E betű, az kiesett. És akinek a legkevesebb betű marad a végén, az a csapat fogja megnyerni a játékot. Köszönjük! Extra! Persze! Na hát akkor megnyertétek azt, hogy ti mutathatok először, mutassál egy trükköt, és megpróbáljuk benne. De látványosnak kell lennie, mert nem ilyen stazz dobásokat akarunk most, mert a legjobb. Köszönös videót akarjuk megcsinálni. Nézd meg! Nagyon féltek, akkor nem muszáj folytatni. Hoppa! És oda első! Most a második! Hát kérdeztünk egy H betű, de Boginak támadt egy elég jó, ezzel bookfence-ből fog nekem passzolni. Ezt a bookfence feelinget. Ja, ja. Próbálj meg mind a ketten bookfencezni, és egy simán jobb zicser. Rendben, így lesz. Na, menjem. Oda-vissza. Nem ilyen. Csináld, csináld. Jól van már. Csináld nyugodtan, csak ha meg... Szóval nagyon egyszerű lesz a dolog, Dia fogja nekem háttal feladni a labdát, én pedig megpróbálom utána egy ilyen double tempos lehúzottal zicsert visszapörgetni. Csak ennyi. Külön feladat, ketten dobunk innen palánk mögül, és ha az egyik bemegy, akkor már az érvényes pont. Jó! Bocs, én ilyen jó vagyok? Nem tudtam. Én mondtam neki előtte, hogy rajta a világszem. De azért látom én is. És az is benne van, nem? Oh! Igen! Ez az! Legyen a labdavezetés, hát mögött, láb között, passz neked, te meg bezsákolod. Jó, oké. Okay. Na jó. Bezsákolom. Jó volt,
bogi passzot nem tudtam bedobni, úgyhogy nekünk van egy H-O betű, többi csapatnak H-H-H. Folytatjuk. Ki mutat? Mi? Lepattintom a labdát, leveszem a hátamon, hátammal felpasszolom a diának, és a dia pedig a levegőben fog egy zicser dobni. Csapat olyat mutatott, hogy mind a három másik elrontotta. Nem igaz, 3-2-1. Nem volt olyan szép a kivitelezés. 3-2-1. Viszont zsákolunk, legalábbis megpróbálok. Még sose csináltam, de Bogi olyan jót fog nekem feladni ide, hogy betöm. Kör már kicsit jobban kifogott a társaságon, bár mi se adtuk be nagyon szépen, de Petiéknek meg nekünk végül is bement. Úgyhogy megkapjátok szépen a betűtöket, kinek hány van? 3-2-3-2. Kiéreződik a párharc, de nézzünk valami rendes, igazi zsákolást is, amihez trambulin is fog már kelleni. Úgyhogy Peti, ti mutathattok. Akrobatikus trükkök jönnek most már. Oh yeah! Hazaérünk. A trükkünk az most nagyon durva lesz. A csapattársam fog a trambulinon rugaszkodni, és én fogom lepattantani a labdát, és amilyen trükkösen tudja, fogja bezsákolni a labdát. Szurkoljatok! Futball az kicsit belekerült a képbe, de az ma nem fog működni, úgyhogy jönnek a pirosak. Nagyon egyszerű lesz, a dia ennek az egésznek a kulcsa. Fel fogja pörgetni az ujján a labdát, felemeli magas, és egy szaltóból zsákolt. Ez nagyon nem egyszerű. Két sebből vérzik a dolog, mert Bogi nem nagyon tud pörgetni, én meg legutoljára ebből a trükkből belefogaltam a gyűrűbe, és letörött a fogom, és elszakadt a nyakam. De jó, lesz azért, beadjuk. Mit mondjak? Kudarc. Szép volt, pirosak. Gyerekek, ez egy olyan alaptrükk, és... Az baj, hogy ez a pörgetős, ez bezavar. Videó kedvéért még egyszer nem. Nem, sajnos gyerekek. Hagyjál idő, már. Idő van. Na, kinek hány pontja van? Négy betű, három betű. Kettő. Na, most már nagyon a kiesés határán vagyunk, úgyhogy kimutat? Mi jövünk, úgyhogy Bogival egy olyan kombót adunk be, amit még soha nem látott a világ ugyanis. A világ. Bogi fog nekem feladni trambulinról. Még nem ugrott, nem próbált ilyet, de most elsőre sikerült. Közben rájöttünk, hogy ezt nem kéne erőltetni, mert lányoknak nem szabad lesérülni, ugyanis olimpiára, meg kvalifikációra, meg minden fontosabb ügyekre készülnek ennél. Dia. Igen? Mondd is el, Léci, nekünk, hogy mi kell még az olimpiához, a kijutáshoz? Hát ahhoz le kell játszanunk egy olimpiai selejtezőt, ami májusban lesz. Remélhetőleg meg is tartják, Grazban, Ausztriában. Az egy 20 csapatos torna lesz, és ott az első 3 kap kvótát az olimpiára. Hogyha esetleg nem sikerülne, akkor még június első hétvégén lesz egy 6 csapatos torna, és ott viszont az első helyezett kap kvótát az olimpiára. Szóval nem lesz egyszerű dolgunk, de... Hát akkor van miért szurkolni. Igen. És akkor megpróbáljuk most nem lesérítani a lányokat, mert az elég rossz lenne itt a finishbe kiesni. Mutatnak a zöldek. 3-as pontos dobásos játék lesz, én meg zsákolás játék. Jó? Egyszerű, de nagyszerű. Igen. Van egy hátraszaltó egész csavart, és aztán kidobom a kivinek, és ő meg megpróbál bedobni egy 3-ast.
én fogok egy szaltó félcsavart ugrani, és közben átteszem a hátam mögött a labdát, ezt visszapasszolom a diának, ő pedig dob egy büntetőt. Nagyon egyszerű, reméljük, hogy sikerül. 15. Most úgy állunk, hogy nekünk kettő van diával, mindenki másnak négy hibája van, úgyhogy bárki ront a többiek közül, akkor kiesőink vannak. Bogit most nem kérem meg, hogy ugorjon trambulinról, palánk alól passzol, meg megpróbálok rá egy jó, szép, magas 360-at. Amint lemegy a horse kihívás, azt is meg fogjuk nézni, hogy a face team mire képes a lányok ellen, és játszunk velük egy 3-3 kosár meccset. Azt is nézzetek majd meg, a FaceTeam csatornáján lesz fenn a videó. Kapok egy palánkost, én meg átadom a völgyet szépen, és bepróbálom zsákolni a gyűrűt. Nem, javítok, be fogja zsákolni. Igen. Be fogja zsákolni. Na gyere. Most az lesz, hogy Kivi felpasszolja nekem pattintással, és én megpróbálom 360-nal bezsákolni. Hajrá a többieknek, mindenki nyerjen csak az Áronnak. Újra Áronéknál a labda. Áron, mi vagyunk? Aha. Szerintem egyszerű lesz, megpróbáljuk megoldani. Dia feladja nekem onnan messziről, álljápra. Én meg kétszer láb alatt itt, kétszer átveszem a láb alatt, és úgy zsákolok. Yeah. Sajnos kettő helyet csak egy láb alatt vette át Áron, úgyhogy ez így. Jó, szóval én innen a palánk mögül fogom ott a lyukon keresztül átdobni a labdát, és úgy adom fel Matyinak, ő megcsinál vele valamit. Hogy lehet így? Nem tudom. Jöhet akkor a döntő, gyerekek. Vagyis hát nem igen. Döntő, igen. Nem sok esélyünk van már. 4-2 élettel rendelkezünk, és mi mutatunk? Na, igazából nagyon egyszerű, ugyanazt fogjuk megpróbálni, mint amit az előbb. Szaltó két lábat, és utána kipasszolom a diának, ő pedig nyom egy dobogy tempó. Azt hiszem, ez nem bogin fog múlni, még soha nem csináltam ilyet szaltó két lábbal passz, de hát hogyha ezzel kapunk ki, akkor az azért tisztelet teljes. Jó! Gratulálok! Azt hiszem, hogy ez az! Jó, szerintem nagyon királyat mozogtunk. Gratulálok a győztes csapatnak. Pirosak for the win. Mindenki szerintem tök jól bemutatta, hogy milyen skilljék vannak, lányoknak továbbra is szurkolunk, ti is tegyetek így, lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel, ha tetszett, amit láttatok, és találkozunk a következő videóban, mert a magyarok mi vagyunk. Sziasztok! Sziasztok! 2-3! Magyarok!